Az augusztus veretlenül záró MTK akár már minden füvet ismerhetne a pályán, de azért megvizsgálják. A Viktória itt járt a múlt héten is, már mint Budapesten, de igazolások hiány nem léphetett pályára. Mi velünk is előfordult az, ami talán minden csapat életében egyszer adódik, ilyen fajta negatív helyzet. Hát mi belefutottunk, szívesen lementünk volna hiszen erről a kellemetlen helyzetről, hiszen a Femina azt gondolom, hogy az erőfelmérések alapján, vagy tippelések alapján mindenképpen veszélyes lesz ránk, illetve mi fogunk ővelük érzésem szerint a negyedik helyért kőkemény harcot vívni. A Honvédtól Szombathelyre igazolt Dénes Dorottyától indult az akció, aztán Szélesi Viktória, Szakonyihoz gurít, nem lép rá ki a védő, így elvállalja, az ívelt lövés a keresztrészről pattan tovább, tehát vendéghelyzet az első percben, az első izgalmas jelenet a bajnok otthonában. Aztán egy szabálytalanság, szegény Diószegi Fani először volt az MTK-ban kezdő, így kínálta meg a szombathelyi társ. Egy távoli lövés, nagyon nagyot védett Földes Fanni. Tóth Alexandra küldte kapura, aztán a túloldalról is egy távoli lövés, ez sem akármi, az egyébként sem teljesen egészséges válogatott kapus Szőcsék a kétszer is nagyot esik. Az orvosi kezelés, illetve a rehabilitáció az folyamatos a Rékánál, majd meglátjuk a téli időszakban, hogy mit tudunk tenni az ügy javulása érdekében. Biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk oldani ezt a problémát. Ismét az MTK-n a sor, a 25. percben Nagy Lilla, és kijön a szombathelyi kapus Földes Fanni, aztán még egyszer szükség volt rá, közben kapus támadás miatt pádáról tett, és lefújta a bíró. Megint a szombathelyiek, el lehet futni, meg is teszi ezt, Szakonyi, de nagyon csúnyan ellövi keresztbe, még csak ki sem megy a játéktérről a labda. Nem sikerült gólt lőni, de minthogyha fölhúzták van az MTK játékosai a góllövő cipőt, lássuk, így van-e. De hát először azt látjuk, hogy szabadrugáshoz jut a Viktória, volt benne spiritus, csak éppen célt nem talált a lövés Marsai részéről. Aztán egy beívelés, Tel Zsuzsanna tette be, és miután nem szabadítottak fel a szombathelyiek, Pádár meglövi szokásos gólját, ebben a szezonban minden meccsen eredményes volt. A romkosma feelingből jön a labda, aláfut Földes Fanni, Pádár pedig a legjobb megoldást választja. 1-0 tehát. 74. perc, hasonló a szituáció, most Méri Ritával nem ugranak, ő igen, és bestukkolja közelről. 2-0, Méri is eredményes. Az őszi szezonban, tavaly az alapszakaszban itt egy-egyet ért el a Viktória. Az más kérdés, hogy a felső azért rájátszásban már kapott egy 6-ost. A 83. percben ismét egy MTK lehetőség, eléggé lekövethetetlenül kerül helyzetbe Pádár Anita, aztán megtolja, kilép, és fineszesen begurítja jobb alsóba. 3-0 fölényessé vált az MTK győzelme, bár a szezon során talán most játszottak a legkevésbé attraktívan. A Viktória bátorsága nem fizetődött. A Viktória bátorsága nem fizetődött ki ezen a délutánon. Hát az igazság, hogy ez az életünkben egy nagyon rossz mérkőzés volt. Talán mondhatom is, hogy a idénybeli legrosszabb meccsünk. Hál' Istennek sikerült 3 gólt szereznünk, és megnyernünk a mérkőzést. Túl kell tenni magunkat ezen a mérkőzésen, és csak előre kell néznünk. Mi voltunk a mai napon a Mártai szeretett szolgálat, hiszen mind a 3 gólt mi ajándékoztuk az ellenfélnek. Véleményem szerint az MTK igaz, hogy rúgott 3 gólt, de kidolgozott helyzet nélkül ért el mindegyiket. Kicsit meglepett ez a pontatlanság, ami nagyon rányomta a bélyegét itt, főleg az első fél időre. A másik fél időben egy-két változtatás után azért helyre zökkentünk, de még mindig rengeteg pontatlanság volt, és ezáltal nem tudott nagyobb gólarányú győzelem születni. Most volt 3 rangadó, most papíron könnyebb mérkőzések következnek, de most gőzerővel készülünk már a BL mérkőzésre.